Thank you.
több szempontból különleges a mai ballagás. Az iskola történetében először ballag együtt a 12. évfolyam a 8. C-osztályban. Új a helyszín is, és talán az a legszokatlanabb, hogy az érettségi eredményét kevés kivételtől eltekintve szinte mindenki tudja már, számoljátok a felvételi pontokat, mi hova lesz. Számomra intézmény vezetőnek a legfontosabb az, hogy ebben a tanévben oly sok elmaradt közösségi program után az osztályokat együtt köszöntetem, és ez az alkalom lehetőséget ad a közös visszaemlékezésre. Hiszen bőven vannak emlékek. A 12. A-osztályról nekem az osztályzenekar jut eszembe, Anna is még a gyönyörű hangja Gergő és Mátán dob kíséretében felejthetetlen. Persze könnyű egy olyan osztályban, ahol a szalagtűzésen az osztályfőnök zongorajátékkal köszöntötte a diákokat. Persze kialakult az osztályban egy erős matekos csapat is, Anna, Áron, Botond és Árpi minden csapatversenyen lehaladták a babérokat. Van köztetek többszörös korosztályos vallabda bajnok Simon személyében, és olyan is, igaz Dorottya, akinek már egy nyomtatásban is megjelent a könyve. Az osztály erősen vonzódott a vizekhez a kirándulások alkalmával, Balaton, Velencei tó, Tatai tó, de a legmenőbben Csakluci volt, amelynek titkáról még én sem hallhattam. A 12. B-osztály volt a sportos csapat. Na persze, ha Árpi bácsi az osztályfőnök, mit is várhattam. Itt áll előttünk az országos diákolimpia győztes tornacsapata, Flávia, Kata, Kalina és Noémi. De van köztetek 20-as magyar kosárlabda bajnok csapat személyében. Ti adtátok a diák önkormányzat két elnökét, Csengét és Pétert. Pityu kémia iránti vonzalma a Covid elleni kutatásra is sarkalta. Felejthetetlen Lacika, engem is lepipáló mindennapos eleganciája. És köszönjük. És ha hiszitek, hanem pontosan tudom, mi történt az ősszel Bence dunsztos üvegével a kirándulás elején. Mindenki lehajtotta a fejét, azt hiszem ez a leghelyesebb. Persze volt bőven élmény és siker a 12. C-osztály esetében is Viki nénivel. Abigail ugyan nem lehetett a szalagtűzésen, de egy 4 számban kvalifikálta magát a junior világbajnokságon gyors korcsolyában. Van köztetek igazi táncművész, köszönjük, valóban nyártas. Van köztetek igazi táncművész, Kuzsima. Vagy Dávid, aki a 9. évfolyamon még a szerelmi szövetekkel volt elfoglalva, aztán nagyon változott a világ, eljutott a testépítésig. Pongrácot hamarosan tévében láthatjuk az ifjú tudósok versenyén, Abél pedig az osztály pszichológusaként funkcionált. Tudok a megannyi tábortüzes születésnapról, vagy arról, hogy a parlament előtti osztály szelfizést engedély nélküli tüntetésnek hitte a kormány őrség, így feloszlotta. És kedves Ádám, 12. cégből, ha hiszed, hanem többször gondoltam ebben a tanévben az általad a bolyaiban meghonosított szállóigére. Várálott és kőhalom, ezt az évet feladom. Mindenkiben ott a tehetség és az érték, a saját személyiségetek az. Kedves 8. célosztály, tudom, hogy ti is tele vagytok közös élményekkel, megtudtuk ma délelőtt, hogy mi is az a csaf, csak a fiúk, mi lehet más, hogy mikor alakult és hány fiú a tagja, hogy milyen jól tudtok verseket írni és rímeket faragni, és tudjátok, ebben a dalban van 4 akkord, ebben a dalban van néhány szó, és egy kicsit benne vagyunk mi is. Azt kívánom, hogy a jövőben bárhol tanultok, majd legalább olyan jó osztály közösségetek legyen, mint amilyen a mostani. Éljetek át olyan gyönyörű osztálykirándulásokat, mint az elmúlt években Bella nénivel, és énekeljétek ugyanúgy a Mamma Mia-t, mint azt tettétek éveken keresztül az irodán felett. Köszönöm szépen! Legyetek boldog fiatalok, a legszebb éveiket előtt álltok. Kedves kollégák! Szeretném megköszönni nektek azt a rengeteg munkát, mellyel a végzős osztályokat felkészítettétek az érettségi vizsgákra, vagy a központi felvételére. Mindenki életében van, vagy vannak meghatározó tanárok, aki egy mondattal olyan bölcsességet mond, vagy mondtak, olyan utat nyitottak, melyekre én is évtizedek múltán is emléksz. Kedves újja és közösség! Azt gondolom, talán még soha nem éreztük át annyira a közösség hiányát,
és az ünnepi pillanatok nélkülözését, mint az elmúlt másfél évben. Igen, most már tudjuk, hogy otthonról is lehet tanulni, lehet jó eredményt is elérni. De azt is tudjuk és érezzük, hogy mennyire hiányoztak barátaink, osztálytársaink, a szalagavató, a karácsonyi koncert, a Bújai Bál, esetleg a szerenádok. Most, hogy lehetőségünk nyílt ilyen magas létszámban együtt ünnepelni, szeretném tovább fokozni a hangulatot. A Bújaiban évek óta hagyomány, hogy a 12. évfolyam végzős osztályaiból minden osztályból egy diák Bújai élet kap. Egy olyan diák, aki a tanulmány eredményével, emberi magatartásával, osztálytársai felé mutatott segítőkészségével, a tantestület véleménye alapján méltán példakép lehet a jövő Bújai segélyt. Hölgyeim és Uraim, a Bújai élet átadása következik. Meg is csukott egy kicsit a hangom. A 12. áosztályban, a 2020-2021-es tanévben a Bújai élet Horváth Áron kapja. Se hagyományos keretek
amikor először beléptetek az iskola kapuján, vagy amikor először láttátok a Jézus gyermekeket valakit, elég valószínű, hogy a kíséreitek zárása nem volt így, mert a szemetek előtt. Minden esetre, ti elmondhatjátok magatokra, hogy a haladás stadionban hallgattatok. Rendkívüli helyzet, rendkívüli emberek, így volt a még rendkívüli helyszín kiválasztása. Hadd kívánjuk sok sikert, kitartást és szerencsét. Rendkívül fogtok hiányozni. De a kulcsot nem örökre szól, még úgy is találkozunk. Az erő legyen veletek! Köszönjük szépen a megtiszteltetést! Mennyire megőrül megköszönni a lehetőséget, hogy majd a gyönyörű sportkomplexumban ünnepelhetünk. Nagyon köszönöm a Halvány sportkomplexum dolgozóinak és személy szerint Gáksándor ügyvezető igazgatóra, hogy az első talán fura gondolatot, stadionban Halványst és Stadionzárót, ő mégis támogatta. Nagyon köszönjük a támogatást és a diákokat, hogy nagyon tartsuk kérdésében a Halvány sportkomplexumban. Tisztelt szülők, ott a vég közében is mögöttem. Nagyon köszönöm a támogatásokat és helytállásokat a távoli kérdés során. Ez csak együtt sikerült el lett, úgyhogy most önöknek áll a nagy tarts. Köszönjük, hogy kivartottak a gyerekeket. A falak ereje nem a tövegben vagyunk. Az iskolában nem hiányoznak a kiváló pedagógusok, őket szeretném a következő percekben köszönteni. Ők azok, akik a gólyai igazi erejét adják, áldozatos munkájukkal és kiváló pedagógiai érzékükkel. Engedjék meg, hogy köszöntsem. Először a 8. C-osztály főnökét, Menyhárt Izabellát, aki a jövő tanévtől sajnos már nem tudnám nálogatni, ezúton köszönöm vele a sok-sok éves munkáját és a 8. C-osztály vezetését. Kérem, hogy gyere ide egy pillanatra, és egy nagyon köszönjük. Számolni.
Miki Sánszói könyvéért. Nagyon köszönöm. A 2020-2021-es tanévre lezárva!